előadást nagyon régóta csináljuk. A Kőbányai Zenei Stúdió növendékeivel kezdtük ezt el annak idején. Az volt a koncepció, hogy legendás dalokat játszunk, mindig más-más növendékekből álló zenekarral, és aztán idén kialakult egy ilyen műsor, amit végül tudunk országszerte vinni, ami 90 percben fókuszáltan a magyar könnyűzene történet 16 legendás dalát mutatja be. Koncepció ugyanaz, muzsikálunk, én pedig beszélek. Van egy kronológiai sorrendünk, az 1966-os legendás táncdal fesztiváltól indulunk, és valahol a rendszerváltás után a 90-es években érünk véget. Fura a közönség viszonya ehhez a műsorhoz. Egyrészt nagyon sokszor vannak gyerekek, akiknek ez az egész egy fura töri óra. A dalok egy részét már úgy ismerték, de a Kádár rendszerről magáról, meg arról a furcsa kulturális környezetről, amiben ezek születtek, meg működtek, erről nem tudnak feltétlenül sokat. Talán az idősebbek emlékeznek rá, a 3T jellemezte a szocializmus kultúrpolitikáját Magyarországon, a tiltott, a tűrt és a támogatott. A közönség másik része viszont konkrétan olyan emberekből áll, akik ezeket átélték. Valaki életben volt már 1966-ban, ugye? Néhányan voltunk, páran. Mindig, amikor beszélgetünk velük a műsor után, akkor az idősek egy ilyen nagyon erős nosztalgiautazás élményt fogalmaznak meg, a fiatalok meg a na hát nem is hittem volna, hogy ilyen volt élményről számolnak be. Nem hinném, hogy a mai zenei turbulenciák, divatok, forgások bármilyen módon összehasonlíthatóak lennének ezekkel a legendás időszakokkal. Az egy fejlődő időszak volt a 60-as évektől nagyjából az internet megjelenéséig, tehát mondjuk a 2000-es évek elejéig. Folyamatosan jöttek új műfajok, új megközelítések. Ugye a 70-es években iszonyú sokat fejlődött a stúdiótechnika, nagyon sokat változott a média ez alatt a sztori alatt, és ez mindig jelentősen befolyásolta a zenét, magát is, az, hogy mi születik meg, az, hogy az emberek hogyan állnak hozzá, hogyan hallgatják, mennyire keresik. Esetleg valaki meg tudná mondani, hogy melyik az Omegának a legendásabb dala? A Gyöngyhajú lány, hát ezt teli találat. Igen, jött egy gyöngyhajú lány, álmodtam, hogy igaz talán. Ma egy ilyen furcsán stabil helyzet van a zenefogyasztási szokásokban, és embertelen túlkínálat. Párhuzamosan létező buborékok tömege lebeg egymás mellett, és még volt idő, amikor az abbások képesek voltak összeverekedni a diszkó előtt, mondjuk a Bonnie M-esekkel. Ma már azt hiszem, hogy nem nagyon van olyan, hogy bárkinek ennyire fontos lenne egyáltalán a zene, hogy pofonra lendítse érte a kezét. A műsor nagyon koncertszerű, hát állandóan megy az élő zene, én magam is ütőhangszerekkel részt veszek a buliban, de amikor elkezdenek énekelni, amikor nevetnek a poénokon, akkor mi már általában érezzük, hogy ez működik, és a legváltozatosabb helyeken és időpontokban is működik, az emberek szerda reggel is imádnak énekelni valamiért.